Sziasztok! A február 15-i Rigoletto előadásra készülünk, amiben Gilda szerepében fogok debütálni. Gyertek velem, megmutatom, milyen egy ruhapróba. A Varrodában vagyunk, ahol a jelmezkészítők ellenőrzik és a saját méreteimhez alakítják Gilda összes jelmezét. Nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, hiszen a jelmez mindig segíti a figura megformálását. Minden énekelt próba előtt szükségem van 15-20 perc beéneklésre. Ez segít a test összehangolásában, hogy a beszédtől eljussak az éneklésig. Fontos számomra a csend és az, hogy egyedül végezhessem. A mai alkalommal nekem az volt a kérésem, hogy megállás nélkül vegyük át a teljes szerepet, hogy előkészítsem a testem, a hangom, valamint a koncentrációmat a rendpróbára, ahol majd a figyelmem nagyban átirányul a rendező utasításaira és a színpadi játékra. A következő helyszín a nagy színpad. Itt találkozom majd először a rendezővel. Az énekesek számára ilyenkor alakulnak ki a gesztusok, a partnerekkel való játékok, valamint hogy mikor ki hova megy, anélkül, hogy összeütközne valakivel. Ezt követi az ic próba, valamint a főpróbák, ahol a zongorát felváltja a zenekar, és teljes díszlettel, kellékekkel készülünk az előadásra. Remélem, sikerült egy kis betekintést nyújtanom a kulisszák mögé. Szeretettel várjuk a kedves közönséget az opera előadásainkra is. Legközelebb február 15-én, este 6:30-tól tekinthetik meg Verdi egyik remek művét, a Rigolettót.